sziasztok! Megjöttünk az Éva Autója eseményre. Ez a döntős autók vezetése, és majd itt fogjuk megcsinálni azt is, hogy szavazunk. Most összevonták az egészet normálisan, ez Morfontainebleben volt Franciaországban, most viszont Belgiumban vagyunk, motoros pályán, amiből innen nem sok minden látszik, de ez a Jules Tacheny versenypálya. Most épp ebéd lesz, és utána megtartjuk az éves nagygyűlésünket, az Éva Autójás éves nagygyűlést. Új elnököt fogunk választani, mert a régi lemond, mert egyéb elfoglaltságai vannak, meg már nem ír autókról, és lesz egy új, szerintem a Søren Rasmussen lesz, aki különben a Tannis-tesztet szervezi, és a Frank Jansen volt idáig az elnök. Na, most bemegyek és kajálok valamit. Hát itt kaptunk kaját, ilyen kolhoz kaja. Teljesen fűszertelen és ízetlen marhahús és fűszertelen és ízetlen virslik. Itt a versenypálya, ahol majd vezetjük az autókat, és egy ilyen bazi nehezen csukódó ajtót próbálok becsukni. És ha oda kinézel, körülbelül ennyi az egész. Ezen fogjuk kipróbálni a maradék döntős autókat, szerintem holnap, mert a mai nap arról szól, hogy legyen egy éves nagygyűlésünk. Ma nagy év autója megbeszélés, holnap pedig ugyanezen a versenypályán vezetjük az autókat, akkor most már tudjátok, hogy mi lesz. És aztán holnap délután elkezdünk szavazni. Délután le kell adnunk az összes szavazatot, mert holnap után, pénteken már élőben, élesben megy a brüsszeli autószalonról a beszámoló. Ott országonként lebontva láthatjátok majd a pontokat. Majd, hát mire ez az adás lemegy, amiről most beszélek, addigra már múlt lesz, de hát nekem még majd, most még semmit se tudok róla ilyenkor. Nem tudom, hogy a többiek mit fognak szavazni. És ilyenkor van az, hogy mind a hét autónak a gyártójának a képviselője negyed órában, pontosan 15 percben beszélhet az autójáról. Tudod, mint a politikai választások előtt, mindenki kap 15 percet, aztán megvételti az álláspontját. Jó, nem egészen mindig így van, de bizonyos országokban ez így szokás. Ilyenkor zúzunk át a szomszédba, és egy pillanatra azért vettünk egy tekintetet az autókra, amik már ott vannak, ott a Kia Niro, Renault Austral, még van egy Nirónk, az Arteonnal ne törődjetek, még egy Niro, nem tudom, hol van a Toyota például, Renault Austrálok itt hevernek nagy mennyiségben, és ott egy kicsivel odébb, hát itt van már egy ilyen pódium fölállítva, szerintem inkább bagózós pódium, ez ilyenkor nem működik. De jön szembe egy Volkswagen ID. Buzz. És akkor megyünk tovább. Itt vannak a remek Nissan Ariák. Az ID. Buzzok, ezeket mind lehet vezetni. A háttérben a Jeep Avengerek. Itt a Peugeot 408-asok. Szóval úgy látjátok, hogy ki van itt terítve minden, ahogy kell. Mondom, a Toyotákat nem látom még sehol. Ja igen, innen látom már a seggüket. Ott vannak azok a nagyon színes, szép, szürke kockák, azok a Toyoták. Hát igen, legjobban a Volkswagen néz ki. Szerintem a Volkswagent ezt igazából a kinézete miatt válogatták be, mert olyan nagy technikai újdonságot nem hoz semmit. De a Toyota tényleg klassz, ugye ez a Toyotának az első teljesen elektromos járműve. Tesztünk ugyan még nincs róla, de én már vezettem, és nekem nagyon tetszett. Kicsit rideg a belseje, de amúgy klassz. Hát a Kia Niro az, arról tudjuk, hogy ez egy jó autó, azzal nem lesz probléma. És hát titokban nekem a legnagyobb lieblingem az összes közül a Jeep Avenger. Ez egy
nagyon jó minőségű, nagyon ötletes, nagyon aranyos, viszonylag nagy hatótávolságú, a mérete ellenére, ami kicsike, ugye 4 méter hosszú, elég tágas, ügyes, mozgékony, még a kétkerékhajtással a terepen is elboldoguló jármű, de apait, anyait beleadtak az olaszok, mert hiszen az egész olasz tervezés. Na, nem akarom itt külön kiemelni, mert az igazságtalanság lenne. Hát holnap erre lesz körülbelül egy ilyen 2-3 óránk, akkor majd kicsit közelebbről is megnézzük. Tesztet nem ígérek, mert mindegyik autóra lesz kb. 10 percem, mert átszállások, meg közben megbeszélések, meg egyebek, ebben nem fér bele több. Ez csak egy ilyen körbefutás lesz, de legalább látjátok, hogy megy az évautója szavazás menete. És a meredek szürke lépcsőn fölérünk a konferencia terembe, és itt már egy csomó kolléga várakozik, ő például. Igen. Jó, ő például Román Popkiewicz volt kollégám, különben még a Motorpress és koromban nagyon sokat dolgoztunk együtt, nagyon jó srác, és a másik lengyel tag, akit most nem látok, ő is volt kollégám a Motorpress-től. És az ember elég könnyen ismer itt embereket ebben a szakmában. Az ősz ember, ő a Sören, ez itt a vezetőség, valószínűleg őt fogjuk megválasztani, és itt vannak a többiek, évautója zsűritagok. Ő Honkanen Veli Matti, a finn tag, aki különben a titkárunk is, és őt nem kell újra választani, mert ő még marad. Nagyon jó, nagyon precíz csávó, nagyon fasz a teszteket ír különben. Egyet-kettőt már lefordítottam finnből, persze Google segítségével, hát az eredeti valószínűleg még jobb. Az ősz az új elnök, ő a Sören, ki beszél az? And the Frank Jansen, a régi elnök. It is really nice because we have the chance to make the remarks. We can all have 400 characters. A holnapi programunk, Miki meg menekül előlem, az előbb mondta, hogy hova tűnjön el, mert vége a napnak, és mindenki lelép. Túl vagyunk a 7 darab autógyártói előadáson, mindenki megfőzte az agyunkat, fölprogramoztak, hogy mindenképpen az ő autókra kell szavazni. Holnapi program pedig, tak, ez a Thursday, January 12. 8-kor indulunk a szállodától, 9-re ideérünk, utána vezetünk, csoportkép, majd itt jön az, hogy 16 órakor vége van, visszamegyünk a szállodába, és leadjuk a minkat. Szép lesz. Én azt hiszem már tudom, hogy mire szavazok, de még nem rögtön biztos, mert holnap még megyek egy kört mindenben. Na, majd arról is csinálok egy kis videót, aztán majd meglátjátok, hogy milyen most már elegem, abból megyek. Ilyenkor az egész napos konferencia után jön a gála vacsora, amikor mi, az egy autója zsűri tagjai, összedobjuk a pénzt és meghívjuk az autóipari magasságokat, akik itt vannak, vagy nagyságokat. És hát a gála vacsora úgy néz ki, hogy bennünk, hogy illik beöltözni, aztán most már nem veszik ezt olyan komolyan, mint régen. És itt ők is ide tartoznak. Nyakkendőt nem sokan vettek, úgy látom én vagyok, de azért ez ilyen zakós, vászonnadrágos rendezvény. Sebastian, Szlovénia, Jirzsi, cseh és szlovák köztársaságok, olaszok, és hát nagyon sokan itt vannak az évautója zsűritagok közül. Aztán majd valahol enni is fogunk, talán ott, vagy talán ott hátul, vagy valahol, mindegy. És
ülünk az autóipari emberekkel, és beszélgetünk éjjelig, én meg 4 órát aludtam, és legszívesebben most azonnal fölmennék a szobába, és elhenterednék. A prémium AZ Meister tájlekenő anyagok a legzordabb körülmények között is maximálisan teljesítenek. AZ Meister tájlekenő anyagok az Onyx autótól. Na drága barátaim, itt vagyunk Mettetben megint, most már másnap van, túl vagyunk a nagy évautója gyűlésen, ahol megválasztottuk a Søren Rasmussent, a dán Søren Rasmussent elnöknek, leköszönt Frank Jansen, ő különben mostantól egy külső fizetett tisztséget kap, hogy a közösségi médiás dolgait intézze az évautójának, mert eddig semmi ilyen nem volt. Ugye az évautója díj abban különbözik, meg ez a zsűri abban különbözik az összes többitől, hogy ez nem, igazából nem pénzből működik, azaz eddig a 7 alapító újság pénzéből tartotta fönn magát, most már 9 ilyen újság van, az egyik alapító kilépett, viszont jött 3 új. És ez azért érdekes, mert az összes többi díj, és nem akarom mondani a neveket, pénzből él. Tehát az autógyártó fizet azért, hogy az autója szerepelhessen, és van, aki nem fizet, tehát nem egyenlőek az esélyek. Én úgy gondolom, hogyha fizetni kell azért, hogy megkapjál egy díjat, akkor az a díj az nem sokat ér, már bocsánat, még akármilyen professzionálisan is ítélik oda a kollégák ezeket a díjakat. Itt az év autójánál azokat az autókat választjuk be, amik kaphatók. Kész, pont, bármelyik kaphat díjat, és erre az autógyártónak nincs befolyása. Na mindegy. Az évautója az egyetlen díj, az európai évautója, ami nem pénzes díj, ami emiatt teljesen átlátható és teljesen demokratikus. Itt semmilyen helye nincs a bármilyen lefizetésnek, bármilyen akárminek. Tehát itt nincs pénzről szó. Itt beleteszi a 9 újság az éves díját, az éves tagdíját, abból kifizetjük a... például ennek a pályának a bérletét, kifizetjük ezeknek az autóknak az idehozását, bár ebben már nyilván beletesznek pénzt az importőrök, vagy az autóforgalmazók is, kifizetjük a vacsorát, stb. És mi magunk saját pénzből, a saját zsebünkbe túrva, hát én a Speedzone zsebébe túrva, kifizetem a szállodámat, kifizetem a repjegyemet és egyebeket. Ennél függetlenebb nem tudsz lenni ezen az autópiacon, és ennél hitelesebb nem tudsz lenni ebben az autós világban. Na mindegy. Tegnap tehát megválasztottuk az új elnököt, mostantól lesz egy közösségi média felelősünk, ugye mivel a többi díjnak a töredékéből dolgozunk, hiszen én úgy tudom, hogy ilyen 1 millió forint körüli pénzek repkednek egy kisebb díjnál is egy autó nevezésénél, tehát nálunk most helyből 50 millió forint hiányzik a kasszából, és ennek a töredékét adják bele az újságok. Tehát emiatt eléggé kisfinanszírozású dolog ez az év autója, bár idén 60 éves, tehát azért mégiscsak van egy elég nagy rangja. Mindegy. Bocsánat, csak nagyon-nagyon fúj a szél, és rohadt hideg van. Azért is ilyen sistergős minden, mert a szakállam sistereg, a Jackie-man és a mikrofon ott van, de nem tudom megoldani máshogy. Na szóval, tegnap megválasztottuk az új elnököt, aztán megbeszéltük a programpontokat, mindenki kapott egy 60 éves az évautója badge-et, amit örömmel kitűztünk, bemutatták az új tagokat, van influencer csaj is most már, 2 nagyon helyes csaj van a zsűriben, fiatalodik a gárda, de hát közben telnek az évek, tehát öregszik is. Volt egy rohadt hosszú vitánk arról, hogy pontosan milyen irányelvek szerint kellene nekünk szavazni. És hát ezen jó másfél órát rágtuk ott a rongyot. Nagyon, nagyon heves vita volt arról, hogy egyáltalán egy ennyire szerteágazó autó spektrumban, ahol elektromos autók, benzines autók, SUV-ok, minik, sportkocsik, mindenféle szerepel, és csak egyetlen egy díj van, ezeket hogy lehet közös nevezőre hozni? És hogy soha nem szerepelnek olyan drága autók évautójaként mostanában, mint a BMW-k, meg mint a Mercedes-ek. Hogy miért nincs az, hogy érdekes autókra szavazunk, és miért mindig ilyen unalmas autók kerülnek be a listába. És akkor így mondtam, hogy ez a Volvo XC40 nem egy
teljesen unalmas és olcsó autó, meg azért, de tény, hogy van egy ilyen, az árérték aránynak van egy ilyen mediáló hatása ebben az egészben. De mindegy, szóval ezen nagyon sokat rágódtunk, és valószínűleg ki fogjuk venni a direktívákat, de én úgysem használom a direktívákat. Én rólam tudjátok, mert nagyon sokszor elmondtam, hogy én mindig úgy szavazok, hogy azok az autók, amikre emlékszem az én rossz memóriámmal, mert érdekesek valamiért, és persze utánuk olvasok, vezetem őket, stb., azokat teszem be a döntős listába, és amikor megvan ez a hét döntős, ami jelen pillanatban ugye a, hát visszafelé menve, a Volkswagen ID. Buzz, a Peugeot 408, a Nissan Ariya, a Kia Niro, a Toyota BZ4X, a Jeep Avenger és a Renault Austral, most nem is tudom, hol vannak az Austrálok, Nissan Ariát mondtam, Nissan Ariya, mindegy, remélem felsoroltam mind a hetet, aztán majd ti megnézitek. Szóval ez a hét autó most a döntős. És idén változott a helyzet, mert most a brüsszeli autószalonon fogjuk kihirdetni a díjat, ami január 13-án történik, azaz holnap pénteken. Eddig a genfi autószalonon hirdettük ki a díjat, ami mindig március elején volt. És előtte két héttel vezettük ezeket az autókat, most előtte való nap. Tehát most még utoljára ma vezetjük ezeket az autókat, utána fölmegyünk oda, abba a terembe, ott leülök a notebookomhoz, és megírom róluk a riportot. Majd olvassátok el, mert minden autóról kötelező egy 400 karakteres riportot írnunk, hogy miért pont azt szavaztuk meg. Angolul természetesen. Tehát mindenki felelősséggel tartozik, mindenkinek a pontjai látszanak a neten, tehát fölmentek a caroftheyear.org-ra, és ott el tudjátok olvasni, hogy ki milyen pontokat adott milyen autónak. És hogy miért tette ezt, azt 400 karakterben autónként meg kell indokolnia. Na, ez lesz a ma délutáni feladatunk. Aztán utána megyek, találkozom Gabi barátommal, aki itt dolgozik Brüsszelben. Iszunk gondolom egy pohár bort, holnap pedig autószalon, és az autószalonon kiosztjuk a díjat. 11 óra 45-től jön majd a pontfelmérés. Most viszont megyek és vezetem a hét autót, kipróbálom őket. Még hogyha vannak kételjeim, bár már sejtem, hogy melyik lesz az a két autó, amiből én kiválasztom az év autóját, de ilyenkor senkinek nem mondom el, elvből, mikor rákérdeznek, akkor se. Még azért vezetem őket egy kicsit, nagyon sok jegyzetet készítettem tegnap, mert az autógyártók 15-15 percet kaptak, hogy beszéljenek az autóikról, és próbáljanak meggyőzni minket, hogy miért az ő autójuk a legérdekesebb, például ez nem lett év autója, pedig ez is egy érdekes autó volt. És ezt délig vezethetünk, ebéd, utána nekiülök szavazni, lesz egy csoportfotó, és utána eldőlnek a dolgok. Idén nagyon korán, január 13-án. Maradjatok velünk, forgatom majd a többit is rövidesen. Sziasztok! Meglepett ez az egész szalon, mert nagy. Érdekes módon szerintem nagyobb, mint Genf volt. Nagyon érdekes foltjai vannak. És ha megnézed, akkor már az évautója standnál vagyok. És itt vannak sorban a jelöltek. Volkswagen ID. Buzz, Toyota BZ4X, mellette a tesó a Subaru Solterra, ez ugyanaz a modell. Igazából az egy jelölt. A Renault Austral, a Peugeot 408, a Nissan Ariya,
a Kia Niro és a Jeep Avenger. És azért hadd mondjam el, hogy a kollégák hogy gondolják a háttérből a dolgokat. Ott már különben az eddigi elnök Frank Janssen beszélget. Ez lesz a kupola itt, ahol átadjuk a díjakat. Látod, ilyen nagy dolgot építettek ide nekünk. Ott van a Frank, és ott az új elnök, látod? Az új elnök jobbra tőle áll, az őszhajú, ő a Sören, akit Pista Sörenzennek hív mindig. Na, hát ez az előkészület. Visszamegyek az autókhoz, mert mesélnem kell nektek arról, hogy milyen vélekedés volt tegnap. Mert már beszélgettem egy pár emberre, ugye ilyenkor nem szoktuk befolyásolni egymást a véleményben, tehát nem mondjuk meg, hogy ki mire szavaz, de azért így rajzolódnak körül a dolgok. Én ugye ezt az autót tettem előre. Nekem ez tetszik a legjobban, mert egy nagyon jó csomag, nincsenek hibái igazából. Ez egy villanyos, első kerékhajtásos, olcsó, de nagyon jól összerakott, jól működő és jól használható, pici, még terepképességekkel is bíró Jeep. Többiek meg azt mondják erre, hogy ez egy Peugeot 3008-as rövid platformon, nincs benne semmi új. Oké. A Kiára sokan fújoltak, hogy hú, hát ez ilyen, és mit hoz ez a régi Nirohoz képest? Hát mindent, tehát hatótávolságot, kifinomultságot, méretet, minden szart. Tehát ez az autó, ez egy zseniális csomag, háromféle hajtással. Tehát ha így nézzük az évautója kritériumokat, hogy például sokféle, hogy sok oldalú legyen, és jól használható, és árérték arányos, akkor ennek például meg kéne nyernie. Aztán itt az Ariya. Az Ariától nagyon sokan hasra esnek, főleg a design az, ami nagyon megvezeti az embereket, mert borzasztó jó, hogy pont sötétben hozták ide, és a Mikivel beszélgettem erről, és ő egyáltalán nincs hasra esve az Ariától, és kiderült, hogy mindig sötét belsejű autókban ült. Én ültem világos belsejűben, és ez egy olyan felemelő élmény egy ilyen autó, de én nem tettem nagyon előre, mert engem zavar, hogy nagyon ügyetlen kanyarokban, és zavar az is, hogy a rugózása az nem igazán sikerült. Szóval, ja, aminek hibái vannak, az nálam nem tud nyerni igazából. Tehát Peugeot 408 imádják, én ugye a Citroen tettem följebb a listán, ami a többieknél nagyon hátul végzett, mert ennek jobb a dizájnja. Citroen szerintem ennél jobban rugózik, és nagyobb a hely benne hátul, az is egy idei jelölt, a C5X. Mégsem azt tették oda, kvázi ugyanaz a motorkínálat, egy motorban egy kicsit más a teljesítmény. Nem tudom, nekem tetszik a 408-as is, egy klassz autó, de ez se rugózik valami igazán jól. Renault Austral. Ha az igazi innováció számít, és hogyha az számít, hogy semmi ne hasonlítson semmihez, ugye az Ariya egy teljesen új platform, de csak egy villanyautó. Ez nem új platform. A Niro azt hiszem az egy teljesen új platform szintén, de az meg nem egy dedikált villanyos platform. Szóval, érted? Az Austral, a Renault Austral az, amiben teljesen új mechanika van. Egy nagyon-nagyon érdekes váltóval, egy nagyon merészen kicsi motor, egy nagyon nagy villanymotorral, az egész hibrid üzemben megy, és egy nagyon kicsi akku, egy olyan kombináció, aminek nem kéne működnie, és ezt a tanniszteszten lejjebb húztam ezt az autót, mert nagyon ügyetlen volt ez a váltó benne. Hiába forradalmi, össze-vissza hülyén kapcsolgatott, bőgette a motort, egyebek. Aztán mostanra rendbe tették a szoftverét, és ez egy nagyon másik autó, mint amit a tanniszteszten vezettem. És bizony-bizony fölhoztam oda, mint a Peugeot 408-ast, mert a Renault-nak még szebb a belseje. Igaz, hogy a Peugeot-nak meg jobbak az ülései. Ugye ez a két autó, ez nagyon érdekes, máshogy néznek ki, de ezek valahol összemérhetők egy madártávlati perspektívából. És tetszik benne a merészség, hogy csináltak valami mást. Ebben más van, mint bármilyen más autó. A Renault Clio-ban van még ilyen váltó, spéci verzióiban. Aztán itt a Subaru Solterra, amit én hanyagolok, mert keveset fogunk látni belőle, és a Toyota BZ4X páros.
Én nem vagyok nagyon-nagyon megbékélve ezzel a dizájnnal, szerintem ez engem kifejezetten riaszt, ahogy ez kinéz az autó, mint ahogy a Lexus UX is riaszt, tehát néha a Toyotáiknál nagyon el tud gurulni a gyógyszer, és ez az elgurult gyógyszernek az egyik mintaképe. Viszont mint termék, mint használható dolog, amiben jó lenni, jó vezetni, megtalálod benne a helyedet, van hatótávod, bízol benne, rohadt nagy garanciát adnak rá, hát 1 millió kilométert adnak az akkumulátorra garanciaként, azért az 1 millió kilométer után még 70%-ot kell tudni az akkunak kapacitásban, és elárulták nekem, hogy igazából ők arra terveznek, hogy az 90% lesz az a 70, azért az nagyon durva. Az nagyon-nagyon durva, ezt nem szokták tudni a villanyautók, és mellette terepre is lehet vele menni, ügyes a pályán, egy jól mozgó autó, jól vezethető autó, jól a kezedbe dolgozik a kormánya, szóval az egész egy, igazából ez a Toyota bZ4X sokkal jobb, mint ahogy kinéz, de hát a kinézete az eleve nem olyan nekem olyan szubjektív, de hogy sokkal jobb, mint amilyennek gondolod. Inkább így foglalom össze, tehát ebben ültem a legkevesebbet, de nagyon nagy bizalmam van hozzá. És nem unalmas igazából, amikor benne ülsz. Na és akkor itt a Volkswagen ID. Buzz. És ma reggel a Tommy Wallström azt mondta, hogy szerinte ez fogja nyerni az évautója választást idén. Én ezt az utolsó helyre tettem. Tehát a többi autónak ilyen 5-4-3 pontokat adogattam, ez 2-t kapott. Egyszerűen azért, mert imádom, ahogy kinéz. Tehát, hogyha csak így tesztet kéne róla írnom, akkor lelkendeznék, hogy mennyire cuki, meg mennyire merész volt a Volkswagen, hogy megcsinálta ezt a formatervet. Hogy milyen rohadt jól néz ki, hogy az egész mennyire ízléses, klassz, kikacsintás a múltba, annyira nem németes, annyira... Figyelj, ez egy becsülendő termék. Csak hát ebben aztán tényleg semmi új nincs. Ez egy Volkswagen ID.4-es, nulla innovációval. Nézd meg, hogy olyan helypazarlással, hogy ez innentől egészen idáig igazából csak egy hosszú orrész, itt kezdődik az ülése, ezen a magasságon. Hát szóval ez egy... És akkor van itt benne még egy ülés, és innentől ez már csak csomagtartó. Nem lehet, figyelj, egy furgon, vagy egy ilyen mikrobusszerű valami, aminek nem lehet az ülését kivenni, nem lehet lehajtani síkba, hát az egy akkora elszúrt geg, hogy ilyet a legelső 1950-es T1-esnél nem követtek el. Hát a Fiat 600 furgonjában is lehajtható és kiszedhető volt az ülés. És ez egy Hodály, ez egy bazi nagy autó, kicsi végsebességgel, nagy árral. Szóval... technikailag itt igazából a design díjazod meg a merészséget. Hát ember, én erre nem tudok sok pontot adni. Szeretem az autót, tetszik, élvezem, de hogy nekem ez nem egy évautója, az biztos. Most azért dumálok ennyit, mondhatjátok, hogy mentem a mundér becsületét, de nekem mindig is elvem volt, hogy nagyon transzparensen szeretek szavazni. Mindig meg lehet nézni a pontjaimat, mindig el lehet olvasni, hogy miket írtam ezekről az autókról, bár mindenkiét el lehet, tehát itt semmi se titkos az év autójánál. Ugye nálunk nem az van, hogy fizetnek az autógyártók, hogy bekerüljön egy autó, hanem ezek automatikusan bekerülnek, és mi minden fizetség nélkül értékeljük őket. Abszolút tilos elfogadni bármilyen kedvezményt. Tehát nincs olyan, hogy elhívnak síelgetni, meg kedvezményt adunk az autó vásárlás árából, meg egyebek. Semmi. Tehát ezért kirúgnának, hogyha ilyen történne. És ez a zsűri, ez igazából szeretetből, megszállottságból, meg azért, mert be kell vallani, hogy mi az érdekebben, az, hogy így nagyon sokszor könnyebben jutunk autóhoz. Ez a zsűri ezért csinálja ezt az egészet. 60 ember. 60 teljesen eltérő viselkedésű, gondolkodású, eltérő országokból jövő, eltérő kultúrájú ember. És igazából mindenki nagyon-nagyon komolyan veszi ezt a szavazást, és én nagyon komolyan veszem azt, hogy ti megtudjátok, hogy nekem mik voltak a mozgatórugóim. Ilyenkor szoktátok kérdezni, mert most éppen 10 óra lesz, 5 perc múlva.
két óra múlva kezdődik az éles közvetítés. Senki se tudja ilyenkor, hogy ki nyer és melyik autó hányadán áll. Itt csak az van, hogy a tavalyi szavazást pörgetik vissza. Látjátok? Így jönnek országonként a szavazatok, és ott alul kiírja, hogy épp melyik autó hol tart. Látod? De ez a tavalyi. És az idei pontosan így fog lezajlani. A tavalyi az még Genfben zajlott, ez most már itt Brüsszelben zajlik. Tavaly március elején adtuk át a díjat, most január 13-a péntek van. Friday the 13th, ugye, szóval, ja. És itt a Volkswagen ID. Buzz után még egy utolsó gondolat erről az egész évautója választásról, az ideiről. Ha megnézed, villany, ezt egybevesszük, egy nagyon érdekes hibrid, HEV hibrid benzinmotoros, villany, HEV hibrid benzinmotoros és villanyautó a kínálat. Egy csomóan már elkezdtek köpködni, hogy egyetlen normális autó sincs ezek között. Nem lesz már soha olyan, hogy egy Nissan Skyline, Nissan GT-R nyerjen, és hát sajnos nem lesz. Emberek, Európában eldőlt, hogy a belső égésű motort ki fogják nyírni. Környezetszennyező is, azért látjuk a 15 fokos januári napokon, amikor mínusz 5-nek kéne lenni, hogy valami probléma azért csak-csak van, mert tavaly is ilyen volt az idő, meg tavaly előtt is. Láttuk nyáron, hogy milyen gondok vannak, tehát az, aki azt mondja, hogy nincs klímaváltozás, és ennyi éven át nem hiszi el, az azért szerintem már hülye. De mindegy, a villany sem old meg dolgokat, mert ott is ugye az akkumulátor semlegesítésével nagy problémák vannak. Ott is azért az van, hogy nem tudjuk, hogy miből állítják elő azt az áramot, és van, ahol még mindig eléggé koszosan állítják elő. De tény, hogy valamit kell csinálni, és valamerre el kell indulni, mert az, hogy belső égésű motorokkal pöfögjük tele a földet, ez nem megy. Oké. De azért egy kicsit még így utoljára lehetett volna egy kis rock'n'roll ebben a szavazásban. Én például, igaz, hogy az is villanyautó, de beszavaztam a BMW i7-est, mert ugyan borzalmasan ronda a nagy hózfogai valahogy felét közelít. Én rá se néztem, nem tudom, hogy észrevettétek-e a bemutatón, a tannisztesztes bemutatón, hanem végig háttal magyaráztam, hogy nehogy meglássam, mert összezavarodtam volna. De az egy nagyon-nagyon jó autó, elképesztő különleges belvilággal, elképesztő különleges kényelemmel, elképesztő menet teljesítményekkel, elképesztő drámával. Itt nagyon sokan fájlalták, hogy az nem került be, és elárulom, hogy ez a 9. lett a szavazásban. Nagyon sokan fájlalták, hogy a Honda Civic nem került be, ami tényleg még egy utolsó olyan autó, ami próbál olyan belső égésű autós lenni. Igen, mild hybrid, stb. Imitálja a váltási pontokat, de azért csak-csak kapcsolgat, csak-csak kipörög a motorja, csak-csak bőg, és van belőle egy Type R változat, amit még nem vezettünk, de állítólag szenzációs, már olvastam róla és hallottam róla olyan beszámolót, aki vezette. És azért egy Type R, meg egy érdekesen kapcsolgató CVT-s Honda, ami különben egy nagyon jó autó, egy jól kitalált, az igazán beférhetett volna. Azt megértem, hogy nem nyerte volna meg ezt a választást, de hogy itt lenne a helye, és ez nagyon fáj. És a Hondát meg is mondom, hogy mivel rontották el. A Honda importőr egyszerűen nem foglalkozik marketing szinten Magyarországgal, és emiatt egyfolytában probléma az, hogy nem kapunk tesztautókat, vagy csak nagyon ritkán. Nem voltunk a Honda Civicnek a hivatalos bemutatóján. A Gajdán Miki nem is vezette a Honda Civicet, ha jól tudom. Én vezettem, mert kimentünk a tannisztesztre, mert a Speedzone kicsengette a pénzt, és befizettük. De én se ültem volna Honda Civicben, és nem tudtam volna meg, hogy milyen jó. Igaz, a Pista elment a bemutatóra, és ő kipróbálta. Neki érdekes módon nem tetszett annyira, de nem vezetik minden. Tehát nagyon kevés ember jut hozzá, hogy ezeket az autókat időben vezesse. És nagyon sok kollégám az év autójánál nem ült a Honda Civicben, tehát egyszerűen nem szavazta be, mert nem tudta, hogy milyen. És szerintem a Honda Civic
hogyha ebbe mindenki beleült volna, és mondom, nem az importőr hibája, hanem ők is küszködnek, azért ez az európai piac egy borzalmasan nehéz társaság. Ők is küszködnek azzal, hogy hogyan adják el az autóikat, meg egyebek, de hogyha mindenki beleült volna, a Honda Civic most itt állna valamelyik autó helyén. Hát, ja, szóval ez mindig ellentmondásos lesz az év autója, díjkiosztó, mindig úgy fogjátok érezni, hogy jó, ki volt az a hülye, hogy. Én nagyon sokszor én leszek az a hülye, hogy miért csinálta ezt vagy azt. Azt tudom, hogy például Miki az ID-baznak sokkal több pontot adott, mint én, mert ezen már egyet vitáztunk. Nem baj, nem baj. Pont ez a jó a demokráciában, emberek, hogy nagyon sok ember közös véleményéből jön ki egy darab évautója díj. Nos, megtörtént, aminek meg kellett történnie. A Jeep egy óriási margó. Ekkora túlnyerést én már nagyon rég láttam az évautója történetében. Az olaszok ünnepelnek, ő a főtervező, a hölgy. Itt van a teljes tervezőcsapat, nagyon szimpatikusak, sikoltoztak örömükben. A Jeep pedig egy nagyon jó termék. Én ott voltam a sajtótájékoztatóján. Annyi apró részlet van, nézzétek meg majd az adást, amikor elmesélem, hogy Nizzában mutatták be, hogy mennyi apró részletet oda tettek, és beledumál az adásomba. És ez egy jó termék. És tudom, hogy egy 300 vagy 3008-as Peugeot alap, tudom, hogy nagyon hasonló a mechanika, de annyit változtattak rajta, ez egy annyival kedvesebb és ügyesebb tárgy. És hát állítólag nem is lesz olyan nagyon drága, én ettől félek, hogy nem fogják tudni betartani. De ha nem is tudják betartani, most már minden autó sokba kerül, nézzétek meg. Rajta van az összes design elem, a süllyesztett fényszórók, a 45 fokban lekoptatható első sarok, az, hogy alul nem fényezett az ezüst színű csík, hanem anyagában színezett, tehát hogyha lekarcolod, akkor sem egy szét. Az, hogy van rendes hasmagassága, az, hogy annak ellenére, hogy csak két kerékhajtásos el tud menni terepen, és aztán majd egyszer csak lesz belőle négy kerékhajtásos is, és az lesz az igazán döbbenetesen jópofa kis szar, akkor nagyon fogjuk élvezni. És itt van Sören, az új elnökünk a díjjal, és a... Igen, ő a Veli Matti, aki fotózgatja, és mögötte az angol bemondó csaj, akinek most megnéztük, hogy milyen ruha van rajta. Bocsánat, kicsit így liseg a kezemben a kamera. Sören Dán. És a vicc az, tudjátok, hogy pont a svédek szavaztak, meg pont a norvégok szavaztak a Volkswagen ID-Buzzra, és egy dolgot biztosan tudok, az, hogy a Volkswagen ID.Buzz hidegben, mert olvastam róla, 30 kWh-t fogyaszt. Tehát ők fogják a legjobban megszívni az ID.Buzzt. Borzasztó sokat fogyaszt. Volt zsűri elnök, műsorvezető, jelenlegi zsűri elnök. Így vagyunk. És mögöttük igazából a sztár, a díjnyertes. Na, hát akkor ezen is túl. Betudtuk a 2023-as választást, ráfordulunk 2024-re. Reméljük jó egészségben és háború nélkül éljük meg, és itt vannak a pontok.